Szevasztok srácok, Csipi vagyok, itt van Alex is velünk, ezt már megszokhattátok. Folytatjuk ma is tovább a draft sorozatunkat, három meccsen már túl vagyunk. 4-1, 2-0, 5-2. A 2-0-ás az biztos, hogy glitchelt. A 4-1-es is. A 4-1-es nem. Ez a nagyon unalmas meccs volt tényleg, a 4-1-es. Ez az 5-2-esnek az volt az érdekessége, hogy egy szaudarábiai vagy egy arab ellenfél volt. Nagyon ritkán találkozunk arabokkal egyébként a játékban. Egész jól bírt a 2-2-ig, aztán utána beled zúzva mi. Megszakítottad. Nem bírt veled. És ki is lépett 5-1-nél. Csapat az azt mondja, hogy Alex nagyon faszentos. Rengeteg TOC játékos, igazából kettő, de van két ikon, ugye 4-5, Inform, Totti és TOC egymás mellett. Beszokott még jönni ugye Neymar, oda a Gameiro helyett, beszokott még néha jönni a Pjanicsan, a Kroos helyett, hogyha kell egy védekező középpályás, de amúgy ennyi. Mindenki nagyon fasza. Nagyon fasza az egész csapat, srácok. Jó velük játszani, úgyhogy nézzünk egy ellenfelet. Na hát ketten játszanak, és valószínűleg csalók lesznek, mert túl hamar nyomtak rá, és ugye, hát olyan is a csapat egyébként. Betettek egy-két játékost, ilyen Real, meg Norrel játékost is, középpálya az Deco egy kalap szar, az a Ronaldo az nem rossz, az a Hazard se, Alonso se, testégen jó, Bonucci jó, Perisic, hát igazából nagyon védekező középpályások nincsen, tehát a négy védőnek kell megoldani akkor a védekezést, most az öt védőnek kell megoldani a védekezést. Ugye ebből a két szélső védő az támogatja a támadásokat is, tehát fel fog futni folyamatosan szélen az Alonsoval, meg a köcsöm tudja ki volt a másik oldalon. Meg olyan szabálytalankodik. Ilyen sárgalap az első percben. Kezdődik jól. Gameiro hátra. Kroos. Indítsd! Nagyon nagy labda Gameironak. És mellé lövi Gameiro. Azt hittem ezt emelhet, annyira kim volt a kapus. Meg volt az első nagy helyzet, egy hatalmas védelmi hiba után ugye elúszott Gameirót két védő mögé. Mögött, és simán bepaszolta a Kroos. Brozovic. Nem is tudom, mi mondom, hogy Perisic. Mondtam, hogy Perisic. Nem a Brozovic. Nainggolan, aha. Rui Costa nagyon nézelődik, kinek passzolhat már. Nainggolan visszateszi, Rui Costa hátra, Isco. Át fogod sarkozni, annyira tudtam. És felrúg a Nacho. El is indul a szélen Hazard, nagyon gyors. Ronaldo. Fudd a középre a másik játékos, és a túlszélen is üresen van valaki. De tamúl. Direkt befutottunk kapuba, és ki fog glitchelni, tudod. Hát csaló. Beszpeszem, hogy belassult, mint hogyha ki akarna glitchelni. Nem tudsz glitchelni? Nem, hát akkor ki kell egyenlítenünk. Nálunk is volt már nagy kezdet, csak kimaradt, úgyhogy... Én már rég behoztam volna a Neymart most a gól után, tehát ezt a Gamerőt azt kihagytam volna a francba. Na, Ronaldo, egy Berbass minden próbálkozott meg, Deco, húzogat. Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa, kisodródik, rálövi, testegen véd, hát nagyon kisodródtunk már abban, hogy várható volt, hogy a kapus lezárja a kapunak a teljes részét, és így aztán nem lesz belőle gól, de legalább megpróbáltuk. Nainggolan szedi össze a labdát, Nainggolan már nagyon, ne nagyon szabálytalankodjunk, mert kiállítás lesz belőle. Lehet, hogy a második félben bejön helyre Pjanic, meglátjuk. Gameiro. Gameiro. Vissza kell tenni. Rui Costa. És nem tudtunk lőni, de aztán ott van Rui Costa. Visszapattam ugye. 1-1. És Rui Costa kiszalad valahova. Nem, mert Toni Kroos rágulik a hátára. És akkor most be fogjuk hozni a Neymart. Tehát Gameiroból ennyi pont elég volt, srácok. Pjanicson mi gondolkodunk, de még nem. Amúgy is a Pjanicsot a izéhez kell behozni mi.
Kroos helyett, hogy legyen egy jobb védekező középpályás. Ja, akkor jó. Jó, ez is jó. Na hát, ez egy szerencsés gól volt, ilyen kamugól, ilyen szokásos FIFA kamu, visszapattan a legendához, illetve az ikonhoz. Sokat változott azért a FIFA az elmúlt egy-két évben szerintem, és hát nem az előnyére, inkább a hátrányára. Sőt, csak a hátrányára változott gyakorlatilag. Kane. Rui Costa, Marcelo vissza kell lépjen, de így is jó, Marcelo egy lövöccsel, és testégen véd lábban, megint nagyon ki voltunk sodrozva, tehát éles volt a szögon, nem tudtuk, hogy nem lesz gól, de azért átettük. Na hát Neymar megmenti, mert ez a Cuadrado amúgy. Ronaldo. Ahhoz képest, hogy az első három meccs mennyire unalmas volt és könnyű, tudod. Ez most egész éles kis meccs. Kane, bocs. Hoppá, elvitte Hazard, de rendesen megszivatott, mi? Ezért büntesd meg. Büntesd meg. Szakítsd meg. Jó lehet, hogy fejesre, de Florenzi jobban. Hopp. Rui Costa is kap egy sárgát erre, majd hagyjuk már az én. Jó, szép volt a szerelés. Itt a középpályán labdaszerzés, Kroos, Neymar. Neymar indulhatna is vissza, bazd meg, állott mint egy fasz. Angolán. Cuadrado. Olyan furcsa a Cuadradot egyébként védekező szélsővédőnek látni, vagy játszani vele. Hiszen ő mindig is támadó szélső volt, nem védekező szélső. Na hát ez egy nagyon rossz kidobás volt, Isco meg is szerzi. Négy védő van rajta legalább. Egy tényleg nagyon gyorsan kell szólgatni. Ez is még jól lehet, Marcelo. Neymar kihagyja, kihagyja, bazd meg Neymar. Jó volt. Ha nem értették meg egymást, de mi is elsiettük, elkapkodtuk ugye a paszt. Ajajajajaj. Dybala. És Ferdinand bevetődő, becsúszva tisztáz. Igen, szerintem az gól lett volna. Most hát nagyon esélye gól lett volna, úgyhogy. Elkapkodjuk, Florenzi. Dybala. Ez nagyon gyengé volt ez a labda átvétel, öcsém. Kroos, Rui Costa. Neymar. Marcelo visszafelé tud csak játszani most. És Brozovic szerelt. Ferdinand gyönyörűen. Bárcsak lenne egy ilyen Ferdinandunk. De mondjuk van. Jó, oké. Belevezetjük Martinezbe. És már indítják is Hazardot, de jön Kroos, aki jól keresztez. Rui Costa, Kroos, ki a szélre. Nagyon meglódul a Cuadrado. Egy lágy középre évett labda. Bonucci fejelt ki talán. Még Bonucci fejelt. Nem is tudom, van a Bonucci, nem is emlékszem a csapatára. Kane, ebbe is belép Florenzi. És így már es. Na, ez nem unalmas meccs, itt aztán koncentrálnod kell, mi? Megborított a FIFA, mi? Deco. Visszaindítja, igen, várható volt, azt is mondta, visszaindítja. Két perc a hosszabbítás, és már ne kapjunk gólt, jó? Marcelo. Jordi Alba. És ebben a pillanatban lefújja a bíró az első fél időt. Ezt nem hiszem el, bazd meg, hogy egy lövésük volt és az bement. Azóta nem volt lövésük, olyan szánalmas az a játék. Komolyan mondom, hogy elképesztően szánalmas. A gólukra?
Hát én sem. És tudom, ki lőtte, Hazard? Nála. Igen? Mindegy, én sem emlékszem a gólukra. Biztos valami nagy kamu gól volt. Visszapattam hozzá Neymar. Neymart feltartották rendesen ott középen. Nacho szerel, Aubameyang. Nem, szerintem ez most aztán becsélják. Na. Visszahúzza kétszer, visszapassz Brozovici, távoli Jordi Albáról pattan szögletre. Ezt jó ível öldött be, ezt is gyakoroltam. Ó, majdnem elkapkodjuk megint a kidobást, ugye? Ezt nem is értem, hogy miért csinálom ki a amatőr hibákat. Ebből emlékszem, kaptál egy cumi gólt egyszer egy hosszabbításos meccsen. Hú, mekkora labda. Neymar ott hagyja a védőt. És nem sikerült testégen mellett elrakni. Isco. Deco. Éles, szerintem a miénk Neymar. Ronaldo. Most már behozott minden jó játékos szerintem a második védőre az ellenfél, tudod. Aubameyang, ez biztos, hogy az új szélső informa. Bíró nem látta ezt a becsúszás szabálytalannak, úgyhogy megy tovább a játék, Isco. Öt védő volt be azon majdnem egy vonalba, és Deco is visszaér, de eladja a labdát rögtön. Elkapkodjuk. Jó lehet, Kén. És mellé lő Kén. De akkor megpattant valaki, gyerekek. Jön a beívelés, testégen lehúzza. Az a nagy büdös helyzet, hogy gólt kell lőnünk. Mert engem idegesít az X-es állás, hogy bármikor elveszíthetjük a meccset, tudod? Ne, és ezt is fogja testégen. Deco. Brozovic. Florenzi. Aubameyang. Florenzi. Indítja az Aubameyangot, igen. Ronaldo jó átveszi. És aztán Ferdinandből lövi a labdát, és Ferdinand lopott a lövést. Ez veszélyes. Ezt begyakorolták egyébként, ezt vágod, nem? A múltkor is, aki játszott ellenünk és ketten voltak, az is begyakorolt ezt a szögletes dolgot. Aztán beadom egy rövidre, és akkor onnan ráfélem. Neymar. Akkor tartunk a oldat, mert bazd meg, ez nem is tudom, szerintem ezek izén vannak. Ami Park de Busz félé, mert hogy... Kibáztuk. Én is, már ott is ment, a Kane is ment. Ment a Kane. A Neymar elvitte az embert, és ment fönt a Kane. Ez miért lesz? Mászal egyből vissza kell tennie. Ugye Aubameyang volt rajtam vele szemben, Nainggolan. Ez nagyon netes passz, visszatennik, ez a szép. Kroos. Öt passz. Neymar. Visszakadni nem el. Aubameyang. Szép. Egy Marcelo szerelés, még tovább Rui Costa. Talán most föl van szakadva a védelme, igen. És testégen ezt is ki fogja hozni, nem hiszem el. Közben Nacho kap egy sárgát? Nem, még csak izé, semmit nem kap, akkor... Ja, de kapott? Nem kapott? Na, ez egy jó kis szabadrugás. Tudjuk, hogy mit választ Alex. Variáció vagy... Nagyon nagy a helyezkedés bent. Laposan próbáltuk előni, tudod, a hosszúba, igaz? Jól mondom? Ezt levédekezték, ezt a szögletvariációt. Ó, de nagyon szarpaszt adtak. Eladják a saját 16-osoknál a labdát. Ferdinand lövés, de hát... Egyre jobban aggódok egyébként. Ezt mondom, hogy csak nekünk van helyzetünk, és lőnek meg még egy gólt, majd figyeld meg. Ilyen a FIFA, bazd meg. Abszolút. Majd figyelnek, hogy ez lesz. Hippers megkapjuk a sárgát. Valaki lépjen már oda.
Tényleg, azt hiszem az első támadásból volt lőni, bazd. Ne, 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 ezt ne. Ettől jön a rage. Nem. Szabálytalan volt, azt mondja a bíró sportás, úgyhogy nézzük, a szabadugás után Isco, oldalt váltunk. Marcelo. Nem, nem jön össze most semmi. Ki fog inteni az Aubameyangot? Igen, tudtuk, csak a Marcelo nem ment rá. Még tovább, Ronaldo. Aubameyang. Jó van, Brozovic. Nem szar passzadott. Tudom, hogy mit akar, de szerencsére elbaszta rendesen. Na. Ott van a harmadik perc, Cuadrado. Eladjuk. Bonucci lépett ki. Ah, vissza is indítja, és jó lesz az Aubameyangnak. Így, bepasszol Ronaldo, de a védők mögé majdnem. És ott a Jordi Alba megvált mentett. Ez elformálni. Kér a kapus, oldalát csak ötvözni tud. Érdekes. Deco. Ronaldo. Aha. Hú, hát ez is jó meccses volt. Nem lehet tovább. Bazd meg! Ezt nem hiszem el, direkt nem mondtam semmit, mert nem vártam, hogy Neymar belövi vagy nem. Nem hiszem el. Kapufa 90. percben, bazd meg. Ezt eladták rendesen. Tovább, ez az. Utolsó támadás talán. Góllal kéne befejezni. Nem lesz. Abba az meg, ezt nem hiszem, hogy az is kimarad. Azért mondtam, hogy nem lesz, hogy menjen, mit csináld. Tudom, de azért mondtam, hogy megkülönben leállsz. Fújd már le. Na, csoda. Nevetséges, bazd meg. Na mindegy, szerintem most hozd be Pjanicot mondjuk valamelyik izé helyett. Mindenki sárga lapos. Na, ki helyett? Na, kény jobb. Pjanicot tedd be hátra, Pjanic legyen lent. Most már mindegy, csak rossz legyen középpályán. Na, Neymar, gyerünk ez az. Janics, most állt be ugye, Kane. Mindig hogy be vannak állva, tudod, nem akarnak kikapni. Minket van szalamozni. Ja, persze, hogy ez jöhet Neymar. Mégis, így is megtartja, tudod. Tényleg menjen már fazba. Újkozta, Neymar, és most már Kane. Nem tudunk előrébb menni, aztán pedig adjuk a visszarakott labdát. Most már tényleg koncentráljunk oda a meccsre, tehát így szálljuk össze magunkat. Rújkoszta. Fúra be van, tudod, állva. Á, nem, hát ezt nem lehetett már visszarakni, hát három védő volt köztetek. Sikerül szerelni? Kéne, el kell fejelje a kéne, de nem bazd meg. Nevetséges. Jogi, nem, majd a rage. Tartogatta a Brozovic, a Ronaldo, ki fog nyitni a szélt, igen. Ez is szabálytalan voltam ugye Ronaldoval szemben, mert letestelték. Ilyen neki gólt lő, bazd meg. A nulla lövése volt, de gólt fog lőni. Ezt mondom. Oblak, bazd meg. Na gó, indítsál mindenkit ilyenkor. Nem. De hát magasra nyitani, amikor a védő jobb helyzetben volt, ez... Akkor vinni kellett volna, hagyj vigyék el a beindult a két támadó, hagyj vigyél a két védőt, és akkor volt egy kis helyzet menni, és utána játszani a dolgokat. Hát most már veszélyes.
Most annyira kis ágás a középpályán nálunk, de ez nagyon nevetséges. Oblák véd egy hatalmasat. Ah, még egy szöglet valószínű. Jött a récs. Na, külföl lesz, hogy talán ránk fél szabadott valószínű. Fogd már le. Most már lefújja a bal meg. Na hát rég volt már ilyen nehéz draft döntőnk, mi? Tizenöt perc, annyi van hátra, vagy... vagy kiglitchelünk. De már heten nem glitcheltünk megint, nem? Jó, nem volt rá szükség. De ez most lehet így... glitchelni kell. Hát nem tudom. Inkább lőjünk egy gólt. Bazd meg, Neymar megúszik. És még jól a középadott labdája, bazd meg. És ez be fog menni, nem. Hozta. Miket úsztunk meg? Ez is ilyen nagy Macker gól lett volna, tudod, ilyen izé. Oda vissza pattan, meg ide pattan, oda pattan, át pattan. Ott hagyja az ember a labdát. Ja, a Buzi Brozovic ne ott marad. Van interes. Persze, és izé, azt Oblak megperfogott. Ez kamu bazd meg. Tényleg. Aha. Ez amik a majmoknak meg bazd meg, izé. Ez első. És ott az egyejtés, te. Szép. Kéne ott marad, szerencsére. Aha, már ezek a befelé húz, hanem is vagy kínzai. Nem volt les. Nem tudom, ez nem volt les. Vigyázz, jönnek lett ketten. Jó, Kroos. 4 perc van hátra, plusz a hosszabbítás. Rui Costa. Igen. Rui Costa. Aha. Persze, sorunk fog kimenni. Nevetséges. De tényleg, ez mi volt megint? Nice goal. Utolsó támadás, mi ne tudjuk lekontrázni az első passzunk szóval. 2 perc. Na most egy utolsó támadás, gyorsan. De nincs el senki bal, nem csak egy ilyen kérem. Bal. Balra nézett az izélet, a fejét néz mindig a játékosnak a fejét. De hát a fejét nézni, hogy merre fordul, annyira egyszerű. Viszont most jobbra fog vetődni, mondom merre. Jó. Bal. Látod, hogy a balra nézett? Aha. Excellent penalty. Következő jobbra. Mondom merre. Bal. Bal. És megint jobbra volt. Most már balra fognak vetődni megint, mert azt hiszem, hogy tudod izé. Mondom merre. Vagy nézd a fejét. Bal. Kamu, ez kamu bazd meg.
Azt úgy csinálunk, hogy legyen. Szép. Most ő is középre fogja rúgni, tudod. Persze, de ez olyan kamuba az meg, ez olyan kamuba az meg. Oh, de megijedtem, hogy arra vettünk. Jobb. Nem, bal. Ez az! Szép volt! Na, hova rúgod? Ó, Zola, szép! Azt a mekkora meccs volt. Én is. Ó, szép volt. Nézzük vissza 11-es utolsót. Ú, de kemény draft döntő volt. Végre valami izgalom a végén, nem? Nem ezek az unalmas fasztos meccsek. Úristen, kapufejbe segített. Szép. Kemény meccs volt. Gondolom most megkapod a legszarabb rewardot. Fogadjunk. Ez jó volt. 4-1-2-0-5-2-2-2 és aztán 5-4-11-esekkel nézzük, hogy erre mit dob. Ó, bazd meg, a legszarabbat. Tipikus ilyenkor a legszarabbat dobjuk, bazd meg, hogy megint elnélkedünk. Non-rare. Semmi, ebből nem fog jönni semmi. Ez tök fölösleges volt. Vékony pak, a másik is vékony lesz. Mennyibe fogadunk? Ebből nem jön semmi, bazd meg. Tudom, ebből nem jön semmi. Egy ilyen retek pak. Ez a regold pak egy kalapszart nem ér. Ne skippeld el azért. Csak a vékony. Na, hát van benne egy bolt. 83-as? Tápolt. Egy lalá meg egy doszt, nem is rossz. És egy unlock pack. Egy igen, egy kontrak pack. Lol. Hatalmas nyeremény. Na srácok, hát ennyi lett volna a mai draft rész, ugye a sorozatból. Végre egy izgalmas drafton vagyunk túl, nagyon ritka az, amikor 11-esekkel dől el a draft. Most egy olyan kivételes eset, tehát megnyertük, de hát láttatok a pakok meg, miket dobtak, tehát rohadjon le az ilyé. Ezért az ilyen meccsek, amikor ilyen 11-esek vannak, mert ha tényleg ilyen éles meccsek és nehéz, akkor dobhatni már jobb a pakokat, vagy legalább lehetne benne valami értelmesebb játékos, nem egy 84-es, de hát ez van srácok, majd jönnek a jobb játékosok. Ha tetszett, dobd rá egy lájkot, Alex játszott, én Csipi voltam, szevasztok!